Első keresztkérdésem, írjátok meg kommentben, hogyha meglátná a matek tanáratok ezt a füzetborítót. Mitől lenne totálisan kiakadva? Sziasztok! A mai videóban már vissza a suliba készülődünk. Mi az első, ami a legeslegfontosabb szokott lenni, amikor az iskolai tanszereket megveszük? Hát nem más, mint a szép füzetek. És hát nagyon sokszor előfordul, hogy vagy ajándékba kapunk valamilyen ronda füzetet, de hát ugye ez hasznos, kidobni nem illik, nem is jó a környezetnek, viszont nagyon ronda, és nem szeretnénk ilyennel az iskolába menni, mert a legszebb füzetborító tulajdonosai a legmenőbbek egy-egy osztályban, és én azt szeretném megmutatni, hogyha van ilyen ronda füzetetek, vagy ilyet kaptatok, vagy vettetek, akkor azt hogyan tudjátok átváltoztatni a legeslegtrendibb füzetté. Három különböző ötletet hoztam a mai videóban, és nem is kell hozzá semmi különösebb dolog, már is mondom, hogy melyiket, mivel fogom elkészíteni. A legelső füzetborító átmenetes lesz, ehhez ecsetre van szükségetek, szivacsecsetre, akár egy konyhai mosogató szivacsot is szétvághattok, akrilfestékre, az akrilfesték a legideálisabb, mert ugye az vízzel oldhatatlan, tehát az talán a legtartósabb megoldás, hogyha festett füzetről van szó. Egy kis vízre, egy kis keverőpalettára. A második füzetnél fröcskölni fogunk, itt ugyanazokra az eszközökre lesz szükségünk, mint az elsőnél, és a harmadiknál pedig színes papír, darabkákból, maradvány papírokból készítek egy csodálatos, absztrakt füzetborítót. Itt még szükségetek lesz egy körzőre, vonalzóra és ragasztóra is a felsoroltakon kívül. És ha szeretnétek, hogy a füzetborító széle az szépen legyen lezárva, akkor még egy kis festőragasztószalagot vagy dekortapaszt is készítsetek elő, mert én ezt így egyenesen le fogom zárni, és ezzel a kis kilógó résszel nem fogok foglalkozni. Ezt nem fogom megfesteni, arra viszont figyelek, hogy hasonló színű festékekkel dolgozok rajta, tehát összhangban legyen majd a füzet szélével is. Készültem a fekete alappal, és akkor jöhet rá az ombra festés. Úgy képzeltem el, hogy az alja meg a teteje fekete marad, aztán átmegy sötét kékbe, középkékbe, világos kékbe, majdnem fehérbe, és utána visszafelé is megismétlődik, és akkor így lesz újra fekete az alja. Ehhez húzok pont ezekből a színekből, feketéből, sötétkékből, középkékből és fehérből, így keresztbe egy-egy csíkot, és egy szivacs ecsettel össze fogom dolgozni. Jöhet most a fröcskölős festés. Ehhez, mivel piros az alapborítom, piros, narancs, pink, sárga és talán fehér színeket fogok használni. Kinyomom, kikeverem a megfelelő árnyalatokat, és vagy fogkefével végighúzzátok az ujjatokat, vagy egy-egy sprődebb, vastagabb ecsettel lehet fröcskölni, akár ezzel a technikával, akár hogy szépen összeütögetitek egymáson az ecseteket. Ennél a technikánál mindenképpen érdemes valamilyen asztalborítással készülni, mert garantáltan nem csak a füzetborítóra fog menni, úgyhogy óvatosan alkossatok. És akkor következhet a harmadik verzió, ahol említettem, hogy színes papírokból fogok dolgozni. Összeszedtem mindenféle maradék színes papírt, persze nálam vannak csillámosok is, ezek nagyon jól fognak mutatni, de akár egyébként sima fehér papírra, hogyha rajzoltok mintákat a kedvenc színeitekkel, akkor abból is el lehet készíteni. És a lényeg ennek a mintának, hogy egyenlő oldalú háromszögeket fogok
kivágni. Egyet megszerkeztek, és akkor utána a többit már csak automatikusan random kivágom különböző zöldes és kék színekből, a saját színes vagy mintás papírotokkal is ugyanezt tegyétek, és hát ez az a háromszög szerkesztés, ami a lehető legegyszerűbb. Húztok egy egyenest, kijelöltök egy tetszőleges hosszúságú szakaszt, nálam ez 5 cm lesz, és a körzővel jelölöm ki, és utána nem csak a háromszögnek az egyik sarkát jelölöm ezzel ki, hanem a felsőt is, áthelyezem a másik kijelölt pontba a körzőt, és elkészült az egyenlő oldalú háromszög. Egy kicsit bonyolultan hangzik, de látjátok a videóban, hogy nagyon egyszerű. Ezzel a füzettel már garantáltan nem lesz semmi problémája a matek tanárnak. Szerintem a komment szekcióban megtaláljátok, ha nem tudjátok, hogy mi is a válasz az eredeti kérdésemre. Ez a füzet 140 forint volt, és szerintem sokkal jobban néz ki, mint egy 1400 forintos füzet. Úgyhogy ez is azt bizonyítja, hogy egy kis kreativitással fel tudjuk értékelni a saját füzetünket, nem is 1400 forintossá, hanem felbecsülhetetlen értékűvé, hiszen ilyenből egy, azaz egy darab létezik az egész világon. Képzeljétek el, hogy hamarosan nekem is jön a designer kollekciós füzetem, kézzel festett ilyen kis jegyzetfüzeteket fogok majd piacra dobni, úgyhogy keressétek, hogyha érdekel titeket a Csorbanyta-shopban. Remélem, hogy találkozunk legközelebb is, ha tetszett ez a Back to School videó, dobjatok egy lájkot, és ne felejtsetek el feliratkozni a csatornámra, hogyha szeretnétek újra kreatív inspirációkat. Sziasztok, szép kreatív napot!